Nos, ismét új nap virradt az Audi életébe. Az olajteknőt fogjuk levenni. Itt található az olajteknő, értelemszerű. Engedjük az olajat. Már a tároló edőnyt előkészítettem. Na most, a házilagos olajteknő levétel nem is olyan egyszerű, mint ahogy azt elgondolnánk, mert meghúzom csak éppen most a küszöbön heve. Tehát, itt ennyi a hely, ti is látjátok, és bizony itt azért kibalanszírozni, mert itt van az olajpumpa. Itt kibalanszírozni, tehát ettől akad elég necces feladat, a motort meg kell emelni. Na most szervizekben úgy csinálják, hogy ezt az egész első nyúlványt, nem nyúlvány ez, bocsánat, hanem nevezzük bölcsőnek, nem az a hivatalos neve, de én már hittesnek hívom, mások hívhatják bölcsőnek. Tehát, aki a szervizbe úgy csinálják, ugye, hogy itt vannak csavarok. Már is mutatom, itt az egyik csavarka. Hát ugye itt lenne a másik. Csak ez az idők folyamán eltűnt. Itt van még egy, ugye, föllag ezt a miskulanciát. Nem veszik ki, csak föllazítják. És akkor itt hátul vannak a csavarjai, azt mondja, ott van egy, itt van kettő. Ezt föllazítják, és akkor engedik, nem veszik le, hát azért nem őrültek meg, ugye csáposon van az autó, akkor ezt lejjebb, ezt a hittestet lejjebb veszik, vagy bölcsőkinek még tetszik, lejjebb veszik egy 5 centivel. Természetesen ugye motortartóbakot is oldani kell, ugye megmutatni azt is, hogy hol helyezkedik. Itt van a kis... Várjátok meg, közben a kamerát is ordítanom kell. Tehát itt látjátok, ő a motortartóbak. Most jelenben, ugye ezt is föllazítják, és akkor fölülről a motort megtámasztják. Aztán ez a hittest lejjebb jön, és akkor szépen körbe lecsavarozzák az olajteknőt. Körbe lecsavarozzák, és akkor faszán lejön. Ugye az olajteknőnek itt van egy első merevítése, itt látjátok a homlokfal. Most ha leveszed a homlokfalat, ezt akkor is le kell venni ezt a gumibakos miskulanc rezgéscsillapítója. Ugye itt oldalt vannak merevítői, az egyik kapcsolási pontja a merevítőnek itt van, a másik kapcsolási pontja a merevítőnek meg ott van, ott látjátok. Féleképpen úgyhogy csinos bontogatás elé nézzünk. Én ezt úgy fogom megcsinálni, megvalósítani, hogy ugye már megemeltem az autót, lehet, hogy még fogok rajta emelni, de ez a magasság nekem már tökéletes, tehát megemeltem az autót, igen, ott benne hagytam alatt az emelőt, sőt, ide beteszem a másikat is, egyfajta tehermentesítés véget. Tehát megemeltem az autót, mindjárt le fogom engedni az olajat. Szépen hagyom, hogy kicsöpörészen. Ugye ezt az első kötéseket oldom. Majd itt ezt a kis kartercső, vagy olajcső visszavezetését. Ezt is oldom. Mindjárt megnézem most, nem akarok hülyeséget mondani, egy karter vagy olaj. Hát ez az automataváltó, igen, ez karter. Tehát ezt oldom, és akkor ugye ott belülről imbusz csavar végig. Most itt lesz azért hátul necces, majd megpróbálok oda bebújni. Mert ugyanis itt be kell majd nyúlni. Látjátok, itt vannak a luksik, és ott benn is van három, illetve azért kell megemelni a motort, mert majd így vízszintesen. Itt vannak benne csavarokat, akit is kell csavargatni. Megpróbálok behasalni jobban alá, hogy lássátok is, hogy miről beszélek. Igen. Fordítok a kamerán. Ezt a kis csavarhúzómat, tehát. Jaj, lépen bemásztam itt alá.
Szóval itt vannak a csavaré 1, itt van 2, ott a harmadik. És akkor azért kell megemelni a motort mindenféleképpen, hogy... Jaj, ott másszak ki, hogy a vízszintes csavarokat is ki szedni a teknő csavarokat. Na most ami az érdekesség ennek az autónak, ugye én ezt már bűvölöm egy ideje, aztán csak a hibák jönnek elő. Tehát, ez volt, meg volt bontva. És cserétek őket, meg is tudom mondani, hogy hány darabot, hogyha nagyon kíváncsiak vagytok rá. Tehát, ez az olajnyomás probléma, ez már föllépett ennél az autónál. Hidrotőkét is cserétek, ha már ott vannak, vezérlést is cserétek. És teknőt is levették. Valamilyen okból kifolyólag levették a teknét, mert látszik a nyoma, hogy ezt nem régen tették föl. De... csak nincs olajnyomás. Ez már nem tengelyes, mint a izé, a 1.9-es, ugye ez láncos. Több mint valószínű, hogy maga az olajpumpa szarta el magát, tehát venni kell egy olajpumpát. Nagy valószínűség, ha nem a szívókosár, van, de eldugul, bár szerintem nem, mert mondom, tehát a teknőt már levették, ennek vannak jól látható nyomai. Szóval, ha nem a szívókosár eldugulva, akkor sajnos ez necces az olajpumpa csere is. Na most, ha emelek rajta, ugye akkor ott a kerék elengedte a talaj, de az molyfink. Ezen az oldalon is emelengedte, hát itt is elengedte, mert elfel a kerék, látjátok, tehát tudom, most éppen a jobb oldalit forgatom. De még átgondolom, hogy levegyem-e valóban én is a hittestet, vagy inkább a... akkor is megtani a motort, mert ugye a bakokat kik fő kell lazítanom, itt van az egyik bakja, és ott van a másik oldalon, a másik bakja, azokat is fő kell lazítanom mindenféleképpen, és fölülről meg kell tartanom a motort. Tehát átgondolom én, hogyan járok a legjobban. Hát itt a klíma csöve egy picit útban van, de ugye félre kell húznom ezt a... erről a konzolról beszéltem. Látjátok, hogy ezeket ki kell szedegetni. Meg ugye itt is, ott mutatom, ott is van egy csavarja. Azt is ki kell... ezt csak lazítani kell, mert ugye... a izé, stabilizátor konzolja a hittestre van fölfogadva. Tehát ezt a nagyot, ezt a nagyot itt, ahol mutassam, hogy lássátok és mit mutatok. Tehát ezt a nagyot, így mutatom az anyja köcsögit neki, hát. És meg én nem látom, mit mutatok, aj de fasza. Na majd csak meg fogom találni. Itt van ez a rühes, ez. Erre mutatok, na majd csak megtaláltam. Tehát ezt elég csatítani, nem kell kivenni. Amit ki kell venni, az előbb mutattam rá két csavarkára. Itt az egyik, ott a másik. Azokat ki kell venni. Ki kell? Nem mondjak hülyeséget. Igen, azokat ki kell venni. Igen. És akkor ott van egy csavarkája, ezt is ki kell venni, és ott van még egy csavarkája, azt is ki kell venni, és ott van még kettő határoló csavarkája. Az a baj ezzel, hogyha ezt a módszert válasszuk, ugye akkor azért, tehát ezt szervizekben, ezt kimes merevítőzét tesznek föl a karosszéri és a hittesthez, mert ugye azért lássuk be, hogy házilagosan megbontani, persze megbontani hülye is meg tudja, tehát kicsit csavarja, csavar után előbb-utóbb szétjön, hanem ugye utána úgy visszatenni, úgy visszaszintezni, úgy visszapakolni, ha hóbele van, tehát a kocsi ne fúzzon sem erre se, az már azért házilagosan nem éppen az a kategória, amit ajánlok, hogy bevállaljatok. Tehát én is azért ezt át fogom gondolni, mert ugye ez gyárilag felszínt föltették, kiszintek, kisúlyozták, tehát belőtték, hogy pont középvonalon legyen, és itt azért belefuthatunk egy olyanba, jó persze, hát a csavart középre kell húzni, hát azt persze a hülye is tudja. Csak itt azért, mondom, tehát a nagy szervizeknél utólag is kiszintezik, kimérik, hogy
pont középen legyen, tehát meglegyen a ergonómiája a dolgoknak. Viszont ezt itthon madzaggal, meg ilyen fadarabkákkal lehetetlenség megold. Én is át fogom gondolni, és inkább azt a verziót választom, hogy az még járható bút, hogy itt a stabrudat kötöm le. Itt is nyerek azért néhány cent. Bár, ha jól megnézzük, ha megemelem a motort, akkor itt kibírom. Itt van a rés, akkor itt kibírom. Ha megemelem a motort, akkor ugye ezt ki tudom balanszírozni, hogy lejöjjön ez nekem. Mert azért a német gomb, tehát a tervezés során átgondolja, mert ugye a németnek az az egyik elképzelése, hogy szerelhetőség. Tehát ugye nem csak a nagy multi szervizekre, meg a gyári szervizekre gondol, arra is gondol, hogy otthon ezt Jürgen tudja szerelgetni kis vállalkozásában, és hát ne vegyem meg több millió forintos berendezést ahhoz, hogy egy ilyen manőver. Hát jó, tudom, akkor mondja azt, hogy nem vállalom, de néha belefutnak a dolgok, mert ugye itt is csak egy hidrotőke csere rendelés volt, aztán most már ott tartok, hogy szétszerem lassan a fél autót, mert ugye nyomás. Tehát a feladat az lesz, hogy leengedem az olajat. Majd jövök. Nos, akkor köszöntök minden kedves nézőt. Audi A4 18T. Hogy az előző videóban, ennek az első részében a hidrotőke csere zajlott, hát farokságom miatt csele műsoridó ment, és ezután az olajteknő levétele. Ugye ezt már megkezdtem, tehát ennek a videónak az első felében már mutattam, de most belefutottam igazából jóba. Ugyanis az egész orrát le kell vennem, mert egy kiszolgáló lemez útban van, le van lazítva az olajteknő, de nem jön le a lemeztől. Tehát most le kell vennem az egész homlokát ismét, és akkor most mutatom, hogy hogyan is jön le. Tehát elsőnek is ugye ide, és oda le fogom nyomni. Ezt a hosszú csava, ilyen hosszú csava kebetet. Ugye a jobb fölsőt kell kivenni. Kivettük az egyik felső csavar, és a helyére rögtön betesszük ezt a hosszú csavar, csak bele kell kapatni egy olyan centire. Mert ugyanis ezt fogja majd tartani a gépnek, hogy ne zuhanjon le.
elvittük a három csavart, akkor még találkozunk egy hatos csavarral, és ebben anyával azt kell venni. Kettő csavar kell kivenni. Tehát egymás fölött van, nem a lámpa csavarját, hanem egymás fölött van. Azt kell kiszerelni. Ami oldalra néz. Ugye kettő van, tehát én még vagy. Nem azt kell kiszedni, ami kifelé is régen néz, hanem ami erre oldalra néz. Ismételjük ezeket a csavarok kiszedését. Szintén az irányjelző alatt találjátok meg. Isten néz a csavart. És eltávolítjátok a, de azt már leszettem a 8-as vagy 6-os csavart. Ugye itt is itt van a 3 csavar.
csavart. Akkor ilyen elegáns mozdulattal. Tehát ugye, itt van a negyedik csavarnak a helye, és oda vannak betéve ezek a csavarok, és akkor így az eleje fönt van még. Kikötjük a lámpacsokit. Akkor úgy mutatom, hogy lássátok, hogy itt ponton a légterelő, a légmasknak a... Úgy. És itt fölül. Le. Látjátok, itt van két pöcökhely, meg itt fölül van egy pöcök. Tehát itt a kürt mellett van egy pöcök, és ott van kettő. Ezt oda kell rátenni. Itt így. És akkor ezeket is le kell szedni. Ehhez kell egy csavarhúzó. Akkor itt szépen ki lehet akasztani, de hogyha kicsavarjátok a leeresztőjét a hűtőnek, és akkor már így jobban boldogultok. Már így mégis, na, tehát lóg helyesebben, csak még nem oldjuk. Aha. Igen, itt van. Lekötjük a klímahűtőt. Én itt kötöm le, mert ennek rá van rohadva az összekötő hollandere, és kötöm sem lehet vágni, se húzni, faragni, se csöveket vásárolgatni. Aztán megint egyszerűen, majd mindjárt fogom mutatni. Hát az itt a legszebb, ugye én ezt már fölraktam egyszer, az itt a legszebb, hogy azt a vasat, amit fogom, ez a kiszolgáló vaslemez, az útban van,
nem jön el az olajteknek. Hát ez már így mozog, látjátok. Tehát nem jön el az olajteknek. Bontani kell, nem is kicsit. Tehát ez a külső hőmérőnek a madzagja, ez majd jó helyen van egy ez a külső hőmérő madzagja, majd mutatom, hogy ezt is vissza kell küldni. Hogy állunk? Van még műsoridő? Na akkor... Tehát itt lehetne megbontani a klímacsövet, csak ez már annyira össze van rohadva, én próbáltam megbontani, de felkerült. És ilyenkor azt szoktuk csinálni, ugye, hogy bevágjuk a hollandert, újjunk bele egy kis WD-40-et, a csavarlazítót, de nem akarom be, ugye akkor utána már csövet is cserélni kell. Tehát el kell dönteni, hogy mit mentünk meg, de most én ezzel nem akarok kínlódni, hanem inkább fölé fordítom kutató tekintetemet, kivesszük a gépház tetőzár 4 csavarját. Ezeket korábban csak bekapattam, nem húztam végre, mert ugye ezt csak végre húzni, amikor már teljesen készen vagyunk, lemeljük a lecsukjuk az, és akkor beállítjuk az árat. Mindjárt gondoltam, hogy pont a negyedik. Szarulni. Mi más? Jó, hát ezt ráírjuk akkor is, amikor kiért húzzuk. És akkor most megnézzük, hogy hogyan viselkedik a mi gépháztetőnk, hogy fejünkre esik vagy nem. Annyira nem örülnék neki, hogyha nyakszírtán sugintana. De szerintem ez fogja faszán. Jó. És ugye már az ennek a videónak az első részében is megmutattam, hogy hogyan kell a vízcsök. Föltenni most a fordított sorrendben vesszük le. Még a kürtkábel van fönt. Úgy. Azért kikötöttem a lámpatest kábelét, akkor húzhatunk egy kicsit rajta. Így. És ennyit húztunk rajta, akkor beférünk ide az irányjelzőhöz. És ki tudjuk kötni az irányjelző kábelét. Thank you.
kábelét. És akkor látjátok, ezen itt ennyit tudunk húzni. Most még nincs értelme, hogy ez az egész klímacucc. De tehát ezről van szó, egy gyors csat is, és így kell főhúzni. És akkor tudjátok oldani, akkor rádugtátok, ennyi meg kell zsírozni, tudj rádugni. Ha rádugjátok, akkor csak így összenyomjátok, és megvan a biztos kötés. Itt középen húzzátok így szét. Így ennyire, nem kell kitépni a helyéről, mert szar visszatett, tehát ennyire. Akkor ezt megint megismételjük. Ha megtalálom, hogy hol van. Illetve itt is még el kell várni egy kábelt, mert ugye a lefutó kábel a korbácsból ki kell venni három szálat. Három köteget. És akkor így már meg is találtuk az alsónak. Így ez az ujjam volt. Fene vigyel ezt a kábel korbácsot. Le kell venni ezeket a kábel rögzítő csatikat. Mert ugyanis itt fölül fut egy ez a kábel, az a gépháztetőhöz jön. És ventilátor, hűtőventilátor burkolatához van fogadva, tehát azt levesszük, és akkor hozzáférünk ahhoz a alsó vízcsőhöz, aminek a biztosítását szintén ki kell pattintsuk, és finoman, tehát nem győzem hangsúlyozni, ezeknél a gyors csatiknál nem kell izomból erő óvózni. Jó, úgy, lejött az is. Jó. Akkor most kifűzzük a... Mit fűzünk ki? A hőmérőnek a kábelját. Jó. Egyszer ez kijött. És akkor most kivehetjük, amit vehetünk, de megszúrta az ujjamat az a bacak. Most kivehetjük ugye a negyedik csavarkát, ami beragaszkodott a zárszerkezetünkhöz. Tehát kivettük a negyedik csavarkát, és akkor így alulról, kicsit játszva, forgatva, jön ez ki. Így. És akkor látjátok, itt van a bogden, meg itt van a vezeték, ezt ide szépen ide hajtjuk vízbe is lassan. Ott nekünk nincs útba, ezen az oldalon már végeztük a teendőt. Átjövünk erről az oldalra, és sajnos ugye ez automata váltós, és itt ki kell kötni automata váltóhoz vezető vagy tartozó olajhűtő csövet. Itt középen külön kell venni, mert ugye van egy ennek a klíma, ennek a kábel csoki, ez innen, onnan fut ide, és itt a ventilátorház külső burkolata alatt megy el. Tehát azt nekünk ki kell szedni. Tehát ennyire szokták lehúzni az orrát, hogyha valaki vezérlés szerel, akkor így ennyire lehúzza az orrát, és akkor itt már tud szerelni. Megnyertem ezt a lehetőséget. És akkor itt van még egy kábel. Itt befűzzük, vagy kifűzzük,
Tehát ez a primának az egyik korbácsa, ide is teszem, ezen van a klímának egy másik korbács. Ó, de jó melegszik az idő. És akkor jön az olaj. Az olajhűtőnek a két csöve eredetileg ott lehetne megbontani a ballánta mögött, ugyanebből a szisztémával, mint a klímájét. De annyira az is össze van rohadva, hogy én nem kéne le, hanem itt. Mivel, hogy összeraktam, azóta ugye nem indítottam, azért nem tudtam, mert úgy voltam vele, hogy ha már úgy is, mert nincs olajnyomás, ugye? És ha már úgy is arról van szó, hogy meg kell venni az olajteknőt, és meg kell nézni, hogy mi nyomora van az olajpumpának. Egyébként ez Aladár Nándor Béla motorkódos, és Audisok tudják, hogy a legelterjedtebbek egyike a láncos olajpumpa, motorolajpumpa. Ebbe hajtson, mint az 1.9-es dízelekbe, de ez benzines, ugye? És én már kivettem a szondát a teknőből, ez a harmadik napja, amit bontásra töltök, tehát érek az olajpumpához. Tehát én már kivettem a szondát, és bekukkantottam, benéztem, és akkor láttam, hogy ez tengelyes, és hát ugye cserébe a tengely, csak valamiért, hát egész pontosan azért nem cserélek olajpumpát, mert szar leszedni az olajteknél, házilagosan, műhelyben is, emelő, alátámasztó, ugye váltót alá kell támasztani. Emelőt alá, váltót alá kell támasztani, motort alá kell támasztani. Az egész első hidat, le kell lazítani, le kell engedni ennyire, hogy beférjék. Látom, ez is azért merev, mert ugye most pillanatnyilag ezt tartja, mert a motortartóbakot is fel vannak lazítva. Nagy rángatásokat ne eszközöljetek, ha nem muszáj, mert eltörik a kicsába a cső, aztán leshetünk, mint süket gyerek a moziba. Még ugye kikötjük az irányjelzést ezen az oldalon is. A lámpát azt már kikötöttem. Jó. Akkor már csak a kábelt kell kifűzni. És ebben szétfűzni a két köteget. Az egyik jön, a másik marad. Elven, de most én készítem az összes csokiját. Azt az egyet. És akkor ezt itt lekötöttük. Na most! Az elektromos motor ventilátor, az elektromos ventilátornak a csokiját itt találjátok, hogy ez a jó kis fekete doboz alatt. Ezt kell kivenni. Tehát itt látjátok a kezemben. Ezt kell kivenni, és már így is a asszony.
bízni. A turbócső mögött üződik be. Erről a madzagról beszéltem, mert a többiek azok maradnak itt. Jó, csak ellenzik le még egyszer minden, mindent kifűztünk, kihúztunk. Akkor most jön az utolsó a klímahűtőt. Rögzíteni. Ahhoz, hogy le tudjuk venni a klímahűtőt, itt van neki egy burkolatunk. Hopp! Tehát mondom, itt van a kapcsolat, és nem is él a klíma, mert hát látjátok, hogy néz ki a hűtő. De akkor sem akarom szétbarmolni, mert a tulajdonos elég sokat költött rá, eddig a pillanatig ugye működött a klímája, vagy lehet, hogy működik is még, mert fene tudja, nem tudom, nem is értek, de ezt csak úgy lehetne szétszedni, úgy szoktuk, hogy bevágjuk a hollandi flexel, befújjuk a csavarlazító, a védének, akinek mi tetszik, aztán szétjön a hollandi, csak ugye utána csövet kell cserélni. Aztán nem mindenki szereti, nem mindenki akarja. Itt még a kürtnek a vezetékét nem lehet ki. Ezt is nem mondtam, hogy az előkárítól egy idejött. És akkor, drága barátaim, készen viszer számos láda. Ilyen lóvénynek az állandéke is, mert bizony, tehát a klímahűtőt még így lehet. Éppen előre fordítjátok, lehúzzátok róla ezt a miskulanciát. Ne tűnjön el. Hogy ne vigye el a kutya, a macka, és akkor megfogtátok, tehát kihúztátok. Egy kicsit nehézkesebb a kijutása. Mert a gumit is le kell küzdenie valamilyen formában. Úgy. No. Tehát a klímahűtőnk. Itt leledzik. Beszoktam tenni ugye alá, a két nap közé behajtó, és leteszem alá, de hát most alatt fogok dolgozni. Hát ugye az elektromos vaszkulárisom kint van, most megfogjuk, és szép eleganciával leemeljük. Így lejött a homlokfal, hátulról is. Tehát ez a kábel is itt jön végig. Itt szépen itt megy el. A klímának a kábela is ugyanezen az útvonalon jön. Csak látjátok, ilyen szarokkal van odafogatva. Itt is, illetve a zárhoz lévő kábel meg itt jön el. Itt van a két vezeték, és ezt mondtam nektek, hogy az olajhűtőnek a csövét azt, ha nem muszáj, rángassátok, mert nem tesz jót neki. Ezt egyenlően csak ide térre teszem. Erre a módlára. Megvan a súlya. Megmondtam nektek. Jó, fekszik, nyugszik. No, és akkor, hogy nekünk innen mi is kell. Itt van ez a lemez, amit láttok. Álló lemez. Ez, már fejtettem ezt a részét. Ezt a kiszolgáló lemezt kell levenni ahhoz, hogy az olajtekerőt csönnyel be, hanem a lemezet is.
itt előre. Hajna. Meg kell kapni. A bazárt. Én sem nagyon örülök neki, de mit csinálni? Le kell szedni, hát le kell szedni. Gondolhatjátok. Akkor ilyen esetben én úgy szoktam csinálni, hogy van egy alsó felszámoló, aztán és van egy felső, hogy ne keverjem össze a csavarokat egy kupacba. Tehát azért nem érdemes venni az olajhűtő csövét, mert általában ez már igen rendesen el van szügyfolva. Ez a, ugye a klíma kompresszor vezetéke, ami szintén jel a produkt zöld. Össze kell dugni, mert a szét kell fedni. Na. Elmagyaráztam, jó van, örülünk, fasza minden. Oda megy. Oda megy. Ez meg ide jel, nem menjen ide. Bocs, tesó. Ez jön ide. Állj. Úgyhogy ez az igazi hozzáállásokra vannak. Nincs más hátra. Tehát itt van az a lemez, meg is veszem ezt a szíjat, hogy itt is látom jól bennünket. Itt van ez a lemez, ami miatt ez a nyomoronc nem akar nekünk leesni. Nem értem, nem is azt, hogy nem értem, hanem érdekessége a dolgoknak, ugye ezen most volt, látjátok, vezérműcsere, kerítek ezen itt a tőkét, mint pár darabot, aztán, hogy miért nem, mert ugye a vezérlés cseréhez le kell venni. Diszkó lapátot, belső feszítőt, ugye le kell venni, alsót le kell venni, az égszíjtárcsát, teknét. Ha annyira szét volt bombázva, akkor nem értem, hogy miért nem vette le a állapotárcsát. Akkor miért nem vette le az olajteknőt, mert tudta, hát én is kiolvastam egy bírta, hogy ingadozó olajnyomás. Illetve olajnyomás hiba. Akkor miért nem vett össze? Nagyon jó lenne, hogyha a kis lemezünk lejönne, vagy kijönne. De olyan nagy együttműködés. Thank you.
gyorsan. Ez a része. Jó, no, itt egy kis mondongok, ez a homlok valamon rajta, alulra jön, ez maga turbó köve, ezt látjátok, hogyha lekötitek a turbót, a két gumi lesz, akkor ezzel együtt lesz a kicsávacs. Euréka, halleluja, mindenki meg van mentve. Kávé. Nos, kedves barátaim, lent van az olajteknő. Lent van az olajpumpa. Íme az olajpumpa teljes élet nagyságában. Hát itt már egyszer beragasztották a szívócsonkot. Az igazi érdekesség, tehát itt van beragasztva a szívócsonk. Az igazi érdekessége, hogy mennyi szennyet szemetet tud fölkapni, és már ez is elég ahhoz, hogy ne legyen olajnyomása. Az ilyen jellegű olajpumpákat úgy tudjuk kipróbálni, hogy belemártjuk benzinbe vagy olajba, elkezdjük a rizni, hoppá, elkezdjük a rizni és tengelyt pörgetni, elkezdjük a rizni és tengelyt pörgetni, és akkor föl kell kapnia, tehát ezt a rizni és tengelyt pörgetjük, hát úgyis el kell, úgyis újat kap, pörgetjük, és akkor itt nyomatja föl a itt nyomatja fel az olajat, tehát ezt pörgetjük, így mutatom már, ezt pörgetjük, és itt pedig bugyognia kell kifelé az olajnak, ha jó a pumpa, ha nem, a game over. Tehát hát ez egy tizenvalahány éves pumpa, na de nem is ez az érdekesség. Ha kíváncsiak vagytok rá, hát az olajpumpa is félelmetesen. Azt is kifolyassam az új, de majd csak eszembe, hogy használtok meg, amennyi látszik. Fáradt vagyok már nagyon. Három napja bontom ezt a falat. De is takarodjunk. Na, tehát a lényeg. Menjél belizé. Oké, ügyes vagy. Tehát ott van a két stabilizátor konzol. Azt le kell szedni így, ahogy van. Plusz kötni a, tehát a bölcsőt. De, hát ugye a bölcsőt négy csavar fogja föl. Itt elő a kettő, meg hátul kettő. De az, hogy a bölcsöt le tud venni, ja, és a bölcsőhöz van fogadva a váltó. Hát most manuál váltósat én még nem láttam a büdös életben, ez automata váltós. Tehát én nem kötöttem le a bölcsőt a váltóról, hanem föllazítottam a négy, teljesen kötöttem a bölcső négy csavarját, és hátul a váltót lábakoltam. A kaszni föl van emelve, mert hogyha a kerék lent van, most, hogy lent van a bölcső, talajt értek a kerekek.
visszatértek a kerekek. A lényeg az, hogy úgy emeljétek fel, amikor nekikeztek ennek a manővernek, hogy a kerekek, vagy leveszitek a kerekeket a picsába, vagy hogyha fönt van a kerék, akkor legalább 8 centi legyen a talajtól, mert amikor ezt a bölcsöt lehazítjátok, akkor ugye a kerekek is jönnek lejjebb, és hogyha a kerekek fölfekszenek a talajra, a bölcső nem tud tovább jönni, hát tiszta sor. És fölülről, ugye látjátok, hogy én láncos emelővel, flaslincuggal tartom a motort. Na most ennek a, ez ANB motorkódos, hát a Passatokba lévő motorokban, akit láttam videót, Passatot sem szeretem még sose a büdös életben ilyen mélységig. Ott láncos olajpumpa van és elől, itt a motor orrában. Ennek az olajpumpája hátul gyökerék felől, és azért kell kibányászni, mert még mutatom nektek, ha mindjárt megnézem, hogy mit fogtok látni, mielőtt itt nagyon elkezdtek utogatni. Igen, ott az olajteknő. Jó. Tehát, megpróbálom ezt a nyomoncot úgy forgatni, hogy most már. De akit érdekel, megmutatom, hogy így néz ki az olaj. Régen ez le volt ám szedve, de hangsúlyozom, ez automata váltós. Azt nem tudom, hogy a manuál váltós hogyan. Nem akarom már, mert már úszik mindig azon. De, tehát itt hátul azt mondja, egy, látják, egy, kettő, van. És itt van a kis sunyi, de ez nem sűlyeztett, ez hat lapfejű. Viszont ezt csak akkor tudjátok kivenni, meg is mutatom a kapkáját, nem tudom. Nem mutatom. Eltettem külön jó helyre. Tehát, ugye ezek ötös fejű imbuszcsavarok. Itt is van egy csavarkája neki. Látjátok, hogy hol vannak a felfogó, tehát itt is van ugye felfogató, itt oldalán a gyárja semmi van, tehát ez így néz ki. Egyes típusoknál más a jeladó, zárt az olajteknő, ez nyitott, tehát ANB motorkódos, jól emlékszem, tehát itt vannak körbe a felfogató csavarok, itt két oldalról merevítő, ez sem annyira nagy lényeg, rejtsétek el, hogy ez a, tehát ugye ezeket a, ide jön be a stab, tehát ha jól emlékszem, ez így van fönt, igen, így van fönt, ez a balos, ide is teszem, ez pedig a jobbos, erre jön rá a motortartóba, mind a két oldalon. És itt látjátok a stappálcot, vagy stapptengely a lifek. Tehát a motort azt tudja állni. Még egyszer hangsúlyozom. Nem tudom, hogy a manuálváltósnál hogy van, de tudom, hogy a manuálváltós is rá van téve a bölcsőre, gumibakira. Én a manuálváltón nem lazítottam, csak nem vettem le a vakot, a váltóvakot, csak felladítottam. Viszont a bölcsnek a négy felfogató csavarját azt kivettem. Ilyen hosszú csavarokkal fogtok találkozni. És akkor... Berendeltem hozzá új olajpumpát. Azt is napokban meg fogja kapni szerintem. Aztán mehet össze. Tehát még egyszer, ja most megnézem tutira a motor. Tehát ez Aladár Nándor Béla motorkódú. Alul azért kacsmagolva ezért kötöttem be, ezért rongja, hogy ugye port vigye be az olajteknőre, de mindjárt csak a rajtót is. És
már rá, hogy mi is jönnök sokára tudom, meg én mire haladtam, hogy haladtam. Meg lesz valami. Na, természetesen az összeszerelésre is fogok azért videó. Ja? Videó. Összeszerelés. Hogy miért kell levenni? Ugye mondtam nektek, hogy ez a lemez gátolja meg, hogy lebírd venni az olajteknőt, ez egész pontos így áll, igen, így áll, így van fent a motoron, ide jön rá az orra, tudjátok, a rezgéscsillapító, és ettől nem jön, tehát ettől nem jön le a olajteknő, tehát ezt le kell bányászni, és akkor passza lesz minden. No, köszönöm szépen a figyelmet, szervusztok!